Szombaton 830 cm-es vízállással tetőzött a Duna Budapestnél. Ez 61 cm-rel elmaradt a 2013-ban mért legmagasabb vízszinnél. A folyón dél felé tart az árhullám, Pakson és Bajánál is harmadfokú készültség mellett tetőzhet a folyó. A felsőbb szakaszokon folyamatos és lassú az apadás, ami viszont megviseli a töltéseket. Csiklós Gabriella jön a legfrissebb árvízvédelmi hírekkel, Barna kérdezi. Nagyon szépen köszönöm, és most kapcsoljuk Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét. Kapcsoljuk Budapesten, tehát így van a Batthyány téren. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy a felvezetésben hallatszott, hogy tetőzött a Duna, most folyamatos munkálatok mennek az apadást ügyelemmel kísérve, de itt konkrétan milyen szakmai munkára kell gondolni? Nagyon fontos azt elmondani, és mindig újra hangsúlyozom, hogy nem tetőzött még a Duna, csak bizonyos szakaszokon tetőzött a Duna, tehát a déli szakaszokon még folyamatos az áradás, a felső szakaszokon pedig már elkezdődött az apadás. Ugye a dunai tetőzés volt tegnap, az árhullám most Dunaföldvár térségében jár, és következnek az alsóbb szakaszok. Ott mindenütt elkészültek, ahol kellett, gondolok itt Bátára, Dunaszekcsőre, Bajára, a védekezési munkákkal, tehát felépítették az idéglenes fővédműveket, és hát várják magát a tetőzést. A fenti szakaszon, a sziget közben most már egy kicsit gyorsult az apadás mértéke, és ez nagyon jó hír a védekezőknek. A Dunakanyarban pedig még viszonylag lassabb, de azt várják a szakemberek, hogy itt is felgyorsulhat majd. Igazából még mindig az árvizes jelenségek azok, amelyek gondot okoznak a vízügyeseknek. Egyre több felé fognak el buzgárokat, egyre több felé jelennek meg szivárgások, csurgások. Ezeket még mindig azonnal kezelni kell, mert azért a víz még mindig nagy nyomást okoz, de most már a felső szakaszokon, ahogy említettem, egy picit gyorsul az apadás, és azt reméljük, hogy ez majd már így lesz a középső Budapest feletti szakaszokon is, alul pedig hát következik a tetőzés holnap és holnap után. Amikor arról beszélünk, és ön is többször mondta már, hogy a apadás, meg ez a hatalmas víztömeg megviseli a töltéseket, akkor itt a szivárgásra, csurgásra, buzgárokra, suvadásra kell gondolni. Lassan szerintem ez már, aki követi az eseményeket, mind a négy fogalommal tisztában van. Igen, ez így van. Nagyon sokan tudják már, hogy ez mit jelent, és próbáljuk is folyamatosan megmagyarázni, mert hiszen ezek vízügyes szakszavak, de attól függetlenül nagyon fontos szakszavak, mert most tényleg ezek okozzák a legnagyobb gondot a kollégáimnak. Az elmúlt 24 órában is rengeteg ilyen fotót kaptam a vízügyes kollégáktól, hogy hol kellett elfogni buzgárt, ez ugye a vízügyes kifejezés, illetve hol jelentek meg ezek a bizonyos csurgások, szivárgások. Ugye ezek azért veszélyesek, mert így elkezd a víz a idéglenesen megépített védműve. Most gondolok itt, hogy meg van építve egy homokzsákokból álló idéglenes védmű, ezt így hívják vízügyes nyelven, és bár le van fóliázva az eleje, mégiscsak utat talál magának a víz valahol, és ezeken a kisebb réseken keresztül elkezd szivárogni. Ezt szerintem minden laikus abszolút ért, és azonnal érti, hogy ez miért veszélyes, meggyengíti ezeket a védműveket. Ugyanez igaz az állami töltésvonalaknál, amelyek ugye földből építettek, tehát azt mindenki tudja, biciklizett már, vagy sétált már ilyeneken mondjuk a sziget közben, hogy mennyire jól meg vannak építve, de hogyha a víz megtalálja a kis utakat. Tegnap például egy érdekesség most jutott eszembe, egy olyan szivárgást kellett elfogniuk a szakembereknek, amely egy hódjárta ilyen járat miatt alakult ki a töltésben, és ugye ott könnyebben bejutott a víz, tehát rengeteg féle van ebből a jelenségből, az árvizes jelenségből, és még tényleg még mindig 24 órában kérjük a türelmet, most már talán majd látjuk a végét, hogyha ugye a fentebbi szakaszokon egy picit gyorsabb az apadás, de egyelőre azért még figyelnünk kell nagyon. Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, hogy szép lassan, de belátható időn belül kikísérjük az árhullámot az ország határon túlra. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a törzskar is kíséri a folyót, vagy a lenti vízügyi igazgatóságok szakemberei vannak a helyszínen?
a lenti vízügyi igazgatóságok szakemberei vannak lenn, illetve átvezényelt kollégák, úgyhogy ugye még érkeztek oda is kollégák, csak most annyira nagy figyelem ezekre a területekre még nem összpontosult, de ott vannak az átvezényelt kollégák ezeken a területeken is. A vízügynek pedig az országos műszaki irányító törzsének a vezetése akkor érkezik a helyszínre, hogyha azonnali beavatkozásra vagy olyan véleményre van szükség, amelyben őket is megkérik, hogy segítsenek. Ilyen volt ez például, ugye tegnap sokszor elmondtam Pilis Marótnál, ahol ugye 16 órás megfeszített munkával érték el, hogy ne szakadjon át a gát. Oda például azonnal oda ment a vízügy vezetése is, a törzs vezetése. Egy kérdés még bennem maradt a csurgás, szivárgás, buzgár és juvadással kapcsolatban, hogy ezek minden évben hasonló gyakorisággal jelentkeznek, ugyanott azokon a helyszíneken, vagy ez természetesen függ az a víz magasságától is? Is, azt tudom mondani, tehát függ a víz magasságától, de nagyon sok olyan helyszín van, ahol, ugye például vegyük a Dunakanyart. A Dunakanyarban ugye a településeknek van úgynevezett vízkár elhárítási terve, ez egész magyarul, ez egy árvízvédelmi terv. Ugye elővették, amikor megérkeztek a vízügyes és a katasztrófavédelmi irányítók, segítők, és megnézték. És azért ezeken be vannak természetesen jelölve, hogy 2013-ban hol volt gond, és oda fokozottan lehet figyelni. Nagyon érdekes, és nekem egy igazán szívszorító jelenség vízügyes szempontból, hogy nagyon sok olyan kollégám van, aki 2013-ban is például, jaj, nem szeretnék tényleg senkit kifelejteni, de nyíregyháziakkal, gyulaiakkal találkoztam, szegediekkel, szolnokiakkal, akik ugyanazokon a vízügyeken segítenek és védekeznek most a Dunán, mint ahol 2013-ban. Tehát itt nagyon fontos például azok, fontosak azok az emlékek is, amelyek ilyenkor előjönnek a védelemvezetőknek, de mondom, annak ezért van egy komolyabb rendszere is. Sem, ahogy a árhullám elhagyja lassan az országot, a szomszédos országok vízügyes kollégáival mennyire tartják a kapcsolatot, hiszen gondolom, hogy a tapasztalatokat át kell adni. De hát azt is tudom, hogy ezek hosszú-hosszú éves együttműködések. Pontosan és gyakorlatilag meg is válaszolt a kérdés, mivel hosszú-hosszú együttműködések azonnal szólnak, értesítik, már értesítették is réges-régen az ottani vízügyes kollégákat, és folyamatos a kapcsolattartás velük is természetesen. Siklós Gabriellának, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének nagyon szépen köszönöm.